végül érdiek a fele, érdi a másik fele meg biatorbágy, érted? Hát nem tudom, hogy maradnak vagy nem maradnak, hát most azt tudom, hogy honnan fog a szél, vagy mit akarnak, érted? Na. Na, bács, mi is a íze, a slambuc készítés? Hogy csinálja azt? Mondja? Hát úgy a slambuc készítés úgy, hogy elég felapítod a szalonnát, megpirítod, utána, amikor megvan pirulva, akkor beleszel a krumplit, egy kis díszolod abba a sírba, a sír után, amikor már egy kis, úgy 5-6 percig díszolódik, akkor ráadod a levet, mikor felfogd 5 percig vagy 6 percig fej a krumpli, és utána akkor ráadod a lebbencs tésztát. De ugye ezt el kell találni, hogy hát mondjuk 5-10 emberre, hogy mennyit kell fejni, tudod? Mondjuk mit tudom én, 10 ember úgy kell, hogy kell egy 2 kilo, vagy egy fél kilo szalonna, kell 2 kilo krumpli, meg kell mondjuk másfél kilo lebbencs tészta, tudod? Ugye őszintén. Akkor amikor elfejt mindre, akkor utána meg kell próbálni, látod, mint hogy most van, meg kell próbálni, hogy hát meg kell fordítani az egészet. Igen, és? Na, hát utána, amikor megfordítod, vagy két-három össze kell kutyolni az egészet, tudod, a lebbencset a krumplival, mert a krumpli most aló van az, hogy ne igyen le, tudod? Mikor már elfejt a levét, akkor meg össze kell kutyolni. Akkor megfordítod össze, hogy 6-szor, mikor jó van, aztán utána forgatni kell, meg pirítani ott akkor úgy igazi a slambuc. Nem 32-szer? Azt mondja, hogy 30? Hát igen, attól függ, milyen éhes vagy. Ha nagyon éhes vagy, akkor amikor én úszottam, hogy már mondom, megfordítottam egyszer, kétszer, akkor már 30, még egyszer megfordítom, akkor 32-én, tudod. Na. Ír a jó gyári kanál, hát már meg van hajolva. Mi nem csinálnám vele semmit, sőt, akkor már meg van hajolva. Ez a gyári kanál. Az igazi kanál, ami tudjuk, hogy kétszerűen meg háromszerűen főzöl ebbe a bográcsba, akkor a meleg tükről nem hajlik meg, de ennek az a baj, amit felmeszik, akkor olyan, mint egy nyautas vagy egy ilyen, mit tudom, egy esbeti, akkor úgy meg tud hajolni, érted? Mert olyan rossz anyagból van készítve. Kezd most már lassan összeállni. Igen, igen. Hát ugye meg kell várni, még elfogja igazából a levét. Amikor elfogja a levét, akkor meg kell próbálni összekutyolni az egészet. Látod, mint hogy össze van kutyolva. Az utána meg kell próbálni, hogy megfordítani. Na. Hát még nem fordul meg, látod? Uh-huh. Azért, mert még egy kis olyan levesek, tudod. Mindjárt elfogja még ott a kis levét, utána megfordul. Legalábbis azt gondolom. Ja. Jó, hát látom, rohangál össze-vissza, kicsi is meg. Azt mondjuk is. Jó, az a lényeg, tudod. Nem kell a nagyom, ne add rá, nem kell, nem biztos, hogy nem kell rá. Hát olyan jó idő, az így passz beszélt, hogy milyen jó idő van, nem? Milyen jó. Nézd meg, oda nézd. Nem, nyugodtan legyél, ha kell, akkor szólu, igaz? Szólom, hogy kell egy próbál meg egy nagy papát. Lassan, azért csak össze. Hát mint pupos gyerek. A présorot az a gyerek.
erre fele szólja, hogy vigyek vagy 2-3 üveg sört, jó? Ja. A fiúk maga pusztára. Ja. Hát én lehet a dobozosat, mert dobozos van, amit láttam. Jó, hát mindegy, na, jó, jó, csak erre fele mondja az Lajos bácsi, hogy a sört. Jó? Szólok. Jó. Kis Lajos milyen csikós lesz? Jó, hát nézd, jó, hát 10 évig portlovas volt. De kicsi is? Mi? A kicsi is? A fiatal? Aha. Hát az nem, hát az csak iskolában járt, tudod, ilyen mostani fajta technikumos vagy mit tudom én, mert mondják, tudod, ilyen vas iskolában járt, hogy beteszik a gépbe, egy 10 évig tudom, ki kellett rá, hogy mit akar csinálni. Mit tudom én, minek így járt. Én külön iskolába jár a kis Lajos, a kicsi a fiatal. De ott tennap csinálkoztam valami felelőzött hallott csikósúhában, mert teljesen tudom, mert úgy volt ez a kivérési bankot, akkor a fejnek úgy szokta, hogy megkér mindenkit, hogy járt. Mi a kis Lajos főzött? Nem, hogy fele kell felöltözni, tudod, ilyen csikósúhában. Ja. Nem főzött, nem. Én főztem D-be, jöttek persze a minisztériumból, hogy 20-25, és lemutott a csára kertbe. De tudod, Péter, most ha nem csinálod meg, akkor tudod, hogy nem. No.